Az immár hagyományos Pécs nap idén is egyik kedvelt színfoltja volt a hétvégéig tartó aradi napoknak. A hagyományokhoz híven a Baranya megyei város kultúrájából adott ízelítőt az aradiaknak. Fotókiállítással, bábszínházi előadással, néptánccal és koncertekkel mutatkozott be Pécs az aradi városnapokon. A két várost csaknem egy évtizedes testvérvárosi kapcsolat köti össze. Ez részben egy nemes kötelesség számunkra, hogy ezt a kapcsolatot fenntartsuk. Egyrészt ilyenkor ugye a város ünnepén számunkra fontos, hogy mások is jelen vannak. Azt jelenti, hogy osztoznak a mi ünnepünkben, de ugyanakkor erősítik is a város ünnepét. Ugye Arad 1834-ben kapta meg a szabad királyi városi státuszt. Idén új helyszínen, a megbékélési parkban állították fel a szabadtéri színpadot, ahol a híres Pannonia régi zene együttes és a Mecsek tánc együttes szórakoztatta a közönséget. A Pécs nap alkalmat teremt a határ két oldalán élő magyarok találkozására is. Igazából egy magyar közegbe érkeztünk, úgy gondolom, egy magyar közösségnek adjuk elő ezt az egész történetet, amit elhoztunk magunkkal előadásunkat, és egy felemelő érzés, hogy egy egykori magyar területen léphetünk színpadra. Az érdeklődők megkóstolták a Pécs környéki borokat, és válogattak a pécsi kézművesek munkáiból. Minden adott volt ahhoz, hogy a vendéglátó aradiak jól érezzék magukat. Szerintem az első szempont az, hogy a két város között fenntartani egy fontos kapcsolatot. Amúgy ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy eljönnek különböző zenekarok, főleg bábszínházban voltunk az előbb a kislányommal. Nagyon-nagyon remek volt, nagyon jó volt. Az együttműködés Arad napjával folytatódik, amit szeptemberben rendeznek meg Pécsett.